Száz éve, március 8-án született Romhányi József, költő, író, érdemes művész. Rímhányó Romhányi nevéhez többek között olyan klasszikus rajzfilmek köthetők, mint a Mézga család, Dr. Bubó, a Megmester és a magyar irodalom egyik legszellemesebb verses kötete, a Szamárfül. Ebből a kötetből állítottunk össze egy kis megemlékezést. Tyúk vagy tojás? Rég gyötrődve kutatjuk, hogy a tojás volt-e előbb, vagy a tyúk. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta. Csak az, mi lesz előbb? Pörkölt vagy rántotta? A bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tóparcra kocogott, és nem vette észre a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ej, de bánt! Ej, de bánt! Sopánkodott az elefánt. Hogy sajnállak, szegényke! Büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre. Gólya vendégség. A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varánypárt ebédre. Sőt, tovább ment, még a kicsik is jöhetnek. De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek. Varjunóta. Egy varjunótát írt a dalos versenyre. Rezgett faháncs bogáncs, amikor elzegte. Elszáll a nyár, kár! Lucskos ősz vár már! Ha túl nagy a sár, felszállok a fár. Nem okozott bajt a sor végén az űr. Ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr. Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajta. Gyalog. Kinek a járandója csak egy apró morzsa. Ne kapjon felveklit, mert ez lesz a sorsa. Hogy lenyúztak? Ó, én árva! Elvittek az operába. Lógott ott még hód, nyest, menyét. Ó, hogy utálom a zenét. Vajon én nyugszom itt? Vagy egy másik sás? Várnunk kell az esti névsorolvasást. Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák. Most felőről szagolom az ibolyát. Azt hittem, a kókusz még éretlen. Tévedtem. Lustább voltam, én, mint mások. Pihengettem, de ez már sok. És rovatot indítottak, férgek és rovarok. Házasság. Feleséget keres, komoly szándék, komoly. Szekrény van.
Kistesti fogyatékos, önhibáján kívül középen elvált giliszta, hozzáillő házas felett keres. Fába szorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet, harkályok kíméjének. Férjhez már neki mondottan csapni való szúnyog. Csípőben telt. Volt. Gyászolják, lárvái. Kultúra. Angol órákat ad, Rockfordban végzett sajtkukac. Jelentkezhet egyén vagy kupac. Táncsoportnak is alkalmas, százlábú. Írtó siker ellenére fellép. Állás. Péknél szabadú csótány, elhelyezkedne Baba Piskótán. Kaszkadőrnek menne bátor mozibolha, lyukos alsóba is beugorna. Jármű. Kullancs terepjárót venne, bőrülésbe is belemenne. Az új Bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kért. Én leközlöm. Olvasd! Igaz volna, ama vált, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se! Ez az egész csak grimmese! Hogy piroskát ön falta fel, talán az is hamis fád. Nem hagyott meg belőle más, csak a fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkasnyányon díszeleg a parkettem. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamóca lé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárút zabál. Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz ennél a juhós is tiltva? Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!